már évek óta részt vesz ebben a versenyben. Miért? Több részről lehet mondani, magam előtt is szeretnék bizonyítani, illetve nyilvánvalóan az ember szereti megmutatni azt az országnak, hogy mire is képes tulajdonképpen a mi termőkörnyezetünk, és hogy tudunk helyt állni ebben a versenyben. Hogy tudtak az idén helyt állni? Kicsit vegyes az érzelmem, régió első helyezettet sikerült megszerezni, 15,2 tonnás terméssel, száraz terméssel. A várakozáson egy picit alul maradt, de így is nagyon elégedett vagyok. Hát szerintem nagyon sokan cserélnének önnel. Biztos vagyok benne, ugye nyilvánvalóan itt ez egy kis területről van szó, ami ekkora eredményt érte, ugye nyilvánvalóan az üzemi átlagok az élettől elmaradnak, de hát ugye maga a verseny szól erről, hogy ki tudja a legnagyobb termést, hozamot elérni. Mi a titka a rekordtermésnek? Nyilvánvalóan az idei év az egy időjárás szempontjából egy igen-igen kiemelkedő és kedvező év volt a kukoricatermésnek, de úgy gondolom, hogy a 13-14 tonna fölötti termések elérése, ez már kevés. Az időjárás ott az agrotechnikának, a szaktudásnak, a jóisten akaratának, mindennek egybe kell jönnie, hogy egy ilyen jó eredmény el lehessen érni. Mi lehet a csúcs? Jövőre mi a cél? A Kukorica Klubnak a célkitűzése, ugye ezt már többször hangoztatták, hogy a 20 tonnát jól lenne elérni Magyarországon, hát nyilvánvalóan ezeknek a versenyzőknek, akik minden évben szerepelnek, azoknak már ez a cél. Ez a cél tulajdonképpen, hogy ez a 20 tonna az legyen meg már egyszer.